A kiesés elől menekülő vendégek motiváltan kezdték a mérkőzést, az első 20 percben felváltva estek a találatok, aztán 4 góllal ellépett a Szombathely. A szünetig ebből 2-t ledolgozott a Kisvárda, így 13-15-ös állásnál vonulhattak pihenőre a játékosok. A második félidő eleje a vendégcsapatról szólt, 6 perc alatt 7 gólosan ütt a különbség. Innen kezdte el a felzárkózást a házigazda, Bakó Botond együttese fokozatosan dolgozta le hátrányát, és másfél perccel a meccs vége előtt 24-24-nél utól is érte ellenfelét. Az utolsó szombathelyi támadásból nem született gól, így mindkét csapat 1 ponttal gazdagodott. Olyan mennyiségű technikai bánt vétettünk, amivel nem lehetett ma mérkőzést nyerni, illetve az első félidőben nagyon-nagyon gyenge kapus teljesítményünk is volt, 3 védés volt összesen, a második félidőben a Dalmának volt pár védése, és talán egy picit a védekezésünk is mozgékonyabb lett, ebből tudtunk építkezni, és tudtunk pár gyors gólt lőni, de azt gondolom, hogy ahogyan elkezdődött a második félidő, az az 5,5 perc, nem egészen 6 perc, hogy egy 5-0-ás sorozattal kezdtünk a negatív irányba, az azt gondolom, hogy megengedhetetlen, és 15-13-as félidőjárásról lett 20-13. Ez nagy mértékben meghatározta a mérkőzés további kimenetelét. Föl tudtunk ismételten állni és 1 pontot szerezni, de azt gondolom, hogy a mai célunk az egyértelműen a 2 pont volt, úgyhogy nem lehetünk elégedettek. Annak ellenére, hogy a mérkőzés jelentős részében a Szombathely vezetett, a vendégek edzője elégedett volt a megszerzett 1 ponttal. Nézők számára talán élvezhető volt ez a harc. Számomra kevésben, amikor nagy előnyt leadtuk és visszajött, Botinak meg az a rész volt, gondolom élvezhető. Hát nekünk, megmondom őszintén, nekünk a célunk, ugye egy nagy matematika versenyben vagyunk most itt a végjátékban, nekünk egy pont az szinte annyit jelent, mint 2, így a végén már nem kockáztattunk annak az irányába, hogy 2 pont legyen. Azért örültem volna, hogyha az utolsó lövés sikerül, de amiért jöttünk, azt elvittük. Megint csak volt miből tanulni, de szépen sikerült a célunkat elérjük, ennek örülök. Az NB1 tabelláját a Győr vezeti 42 ponttal megelőzve a szintén 42 pontos Ferencvárost. A 16 pontos Kisvárda 8. helyen várja a bajnoki folytatást. Előtte azonban a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjében szerepel Veszprémben Bakó Botond együttese. A szombati elődöntőben a Debrecen ellenli pályára Kisvárda.